Nem tudom, mi van, srác Clark, de tiszta ide vagyok. Hello, hello, hello. Itt vagytok? Remélem visszajött minden. De engem meg nem lehet látni. Hallani lehet? Látni nem lehet. Tök jó amúgy. Tök jó amúgy, hogy a webkamera nem lehet látni. Hallani lehet, de látni nem. Az OBS-em összeomlott teljesen. Teljesen összeomlott az OBS-em, srácok, lányok. Teljesen. Várjatok. Egyszerűen nem jó. Nem jó. Tudom, hogy leállt, srácok, lányok, de eltűnt a... Nem láttok, de hallatok. Ijesztő lehet, nem? Ezt egyszerűen nem értem. Nem tudom feldolgozni. Egyszerűen behalt az OBS, nincs fészkem. Na nem is kell, nem? Nem kell fészkem. Még jó, hogy nem láttok. Tiszta ideg vagy. De egyszerűen nem tudom, hogy miért csinálja ezt. Már megyünk vissza. Csak amíg nincs kép, addig nem tudjuk ezt csinálni. És nem tudom, mi van. Hihetetlen. Teljesen ki vagyok borulva. Egyszerűen vége lett mindennek. Vége lett minden, de várnak a többiek. Csak képzeljétek el, megérkezett a rendőrség közbe. Idegrendszere gyűjtünk máma, jó? Idegrendszere. Megyünk vissza. Képzeljétek el, hogy közben megérkezett a rendőrség. Nem tudom, hogy Anton nyerte, mindjárt megnézzük. Nem, földegesít. Egyszerűen nem reagált semmire az OBS. Reméljük jó lesz. Nem csinált még ilyet nagyon. Nem tudom. Köszönöm, hogy itt vagytok és türelmesek voltatok. Bocsánat. Kiküldte most is az értesítést? Megyünk föl. Jó, játékkép van. Ez örülök neki. Bocsánat a kellemetlenségért. Sziasztok. Szia, Szilárd. Itt van a rendőrség. Megérkezett a rendőrség. Úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást. Kiküldte. Szuper. Szuper. Köszönöm. Aki tag lesz, két dedikálókártyát kap, kettőszette a live-ot, úgyhogy majd úgy nézzétek vissza, jó? Oké? És kettészette valamiért. Itt érkezett a rendőr. Ja! Megvan a fészkem. Végre. Friss OBS. Nem. Lehet, hogy az illesztő program. Ugye Laci, a videókártya új illesztő programja? Lehet amúgy. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Ákos, ne kiabáljál, léci! Köszönöm! Van fészek. Van fészkem. Igen. Ne haragudjatok. Ilyenkor annyira bosszantó tud lenni, hogy tényleg nálam történnek meg ezek. Köszönöm a türelmet mindenkinek. Na nyomjuk! Már minden jó, szuper. Köszönöm mindenkinek, hogy visszajöttetek. Jobb volt úgy, míg nem volt fészked. Köszönöm, Zsombor. Te egy áldott jó szívű gyermek vagy. Hihetetlen. Nem tudom. Köszönöm, Gamerfan, még egyszer. Ez nagyon jó volt. Nagyon jó volt az a poén. Kedves vagy, Gamerfan, köszönjük szépen. Megint leesett a bitráta. Nem ennyi volt. Geteljelek? Hát ott élelek. Szerintem. Ott éledek? Igen. Hello, sziasztok mindenki. Így, de sárga pólós vagy. Mi ez a maszk rajtad? Zsombor, a streamersnek ez is a lényege, tudod? Mi ez a maszk? Mi? Ha ez a maszk? Megjöttél, Sanyi. Nézzem, mi a maszk van, Sanyinak, azt neked nem szoktuk ki. Megjöttem, már bocsánat. Mi ez a maszk? Mi bő vagy? Hallod, ki nyerte a mérkőzés? Nem kezdődött, te megvártunk. Jaj, köszönöm szépen. Jöttek a rendőrök, mi volt érted? Mi volt itt a zsaruk, mit akartak? Valami motorost kerestek, hogy ide jött valami szabálytalan közül, de senki nem volt Szili, itt holnap nem. Őrtöm. Figyelj, kimentem, ráálltam az autójukra és elijedtek, ért? Megjöttek. Ez hihetetlen. Elijesztettem őket. Még hogy nem voltam szabálytalan. Életemben nem voltam még szabály. Mi az a szabály?
Itt valami susmus van, ez biztos, tudjátok, azok arra vannak, az előbbi helikopter, uraim, biztos, az előbbi helikopter. Ott kint az egyik kisrangú elszólta magát, hogy kaptak egy bejelentést. Átjöttek a rendőrök. Na ez ütötte meg az én fülemet, meg ez verte ki nálam a biztosítékot, meg az, bocsánat, hogy amikor kimentem fejtet tartottak ám, úgyhogy így köszönöm. Mentem ki egy szám, hagyd ne mondjam én. Hülyetetlen. Vissza itt a lendületből, mi az, hogy fegyverrel vannak itt, meg fölvonulnak egy komplet hadsereggel, mindenki kezébe fegyverre. Hát nem is értettem. De hallod, nem lehet, hogy akkor többen vissza fognak jönni a zsaruk? Ne, engem nem zavar. Nem csináltam, és hátom semmi. Jó, mert nálunk nincs fegyver. Hátom sem. Nem baj, nálunk sincs. Jó, van. Na akkor kezdődhet a mérkőzés. Köszönöm, hogy megvártak. Persze. Köszönjük szépen. Hol van az elemé? Anton. Ne verekedjetek ma! Mit csináltok? Levezetik a feszültséget, a rendőröket nem lehetett. Hihetetlen. Trámbőbe játszunk. Na nézzük, Anton, mit tudsz? Faki, nekünk mikor van jelenésünk? Hol? Ezt a kiszok. Hol? Gyere be, amelyik szemlélek kell. Hozzájuk. Átjöttek a rendőrök a 4-es megyéből, úgyhogy az érdekes lesz. Érdekes lesz, megint úgy érzem... Befestettél a hajad? Mit üdő? Befestettél a hajad? Na, nem, ilyen ősz voltam. Hát de nem fekete. Én nem, ősz. Most már ősz. Te nem tudsz viselkedni már megint. Na nézzük! Megjavítom a lávadat, tessék! Bocsát, ha ide hánynék. Jó, korában. Józsi, jól vagy? Minden rendben? Meg vagyok, hopp. Mi most, Józsi, te fogsz verekedni? Csak meg kell nyerni már ezt egyszer végre. Remélem. Hagyom magam esküszön. Hármason vagyunk, hármas szerveren vagyunk, és átjöttek a rendőrök, úgyhogy a rendőrökkel lesz balhé. Gyerünk, Józsi, gyerünk! Bízok benned! De leverdétek a sisakomat, basszátok meg még ott az! Mi a sisak? Az van a telepen, mond! Láttam! 2300! Ja, igen, rosszul vagyok! Nos, akkor! Na nézzük! Itt van nekünk a balsarokban! Húzzuk az ódibózacskó! Bocsánat. Kedvesek, amúgy figyelnek rá, mondta is nekem a srác Discordon, hogy próbálok oda figyelni. Az igazi néker, akinek a hangja mégis egy... Hát, hogy is mondjam. Kínai, úgy, az jó lesz, jó kifejezés. Ne kínai! Jackie Chan! A Józsi bácsi! Nem akartam parasztat mondani, bocs. Na, itt van nekünk a jobb sorokban. Az aranyláncos, az igazi motoros, aki csak a Harley Davidson tartja igazi motornak. Delta papa. Delta papa. A meccs indulhat most. Gyerünk, Józsi, gyerünk, nyomjad, Józsi, nyomjad. Visszajöttetek el itt. Azaz, adja neki. Adja neki. Vagy neki. Ne. Hogy kialud? Vagy neki, te, Delta, adja neki. Azaz, adja, na nyerjél már! De miért? Ezt nem hiszem el! Ezt nem hiszem el! Azaz, Józsi, azaz! Ezt ne, gyerünk! Azaz, adjál neki, mennyi kell bele! Ha mennyi kell bele! Mind a kettőnek van. Azaz! De mennyi kell bele már? Ez nem semmi. Szép volt, Józsi, döntetlen végre, döntetlen. Az hát ilyen életemben nem láttam én, hát ez gyönyörű volt. Hallod? Oké. Mondjál. Oké, gyere ide. Te vagy a jó. Gyere ide. Double kill. Na, itt van. Itt van egy kis víz. Azt szerintem ti nyertétek. Béla, jössz egyet. Anton, te nyerted a 10 milliót? Nem, bukuta. Igen. Micsoda, nem nyerti? Nem. Hát ezt nem hiszem el. Igen, nem is maga. De most akkor buktál 10 millió forintot? Ezt nem hiszem el. Na majd, ne aggódj, Anton, majd összekoldulod, jó? Hát az mi szó? Gondolkoztam, hogy tudod, a dupla majd semmi. Hátos Anyika, mit kellett verekedni? Nem, szerintem. Lehet nem. Szép volt, Józsi, szép volt. Tudom én, na Béla, te meg adjál bele mindent, jó? Izgulok. Ne izgulj, halad! Halad! Izzad a szemgolyót, Igen. Sanyka! Halad, mondjad, Józsi. Figyelj! Vagy mi vagy, Béla?
De a raktárban van egy kulcsom. Mondod, oda kéne majd neked adnom. Igen, igen. Majd a közvetítés után szóljál, jó? Rendben. De várjál már, hát megvan a raktárunk már. Megvan? Az betöltve meg persze, persze. Akkor jó. Hallod, de találtam egy uzidra a szekrénybe. Az mit lehet? A bal sarokban pedig itt van. Ott maradt. Az ősfiú. Rendben. Az előző életedből úgy látszik. Jó, és az gáz? Aki a strandról érkezett. Hát nem. Béla rendben, bácsi. Rendben. Na nézzük Bélát akkor. Miért kimegyek a kis ketrezből? Kösz, hogy itt vagytok. Tegye már le a maszkot. Ördög maszk veletek van? Hát ez nem velünk nem van. Maszk. Nem velünk van. Hello, te ki vagy? Hát hello, a nyugi szövetséges vagyok. Mi a szóval? Nekünk nincsenek szövetségesek. Éjjj, akkor sziasztok. Hoppa! Ne engedjük el! Ne, hagyjad. Ne bajd! Hát ki vagy, ördög maszk? Dobd le a maszkot! Dobd le a maszk! Én láttam az arcot. Hát Maxban szerintem jobban meg. Te Béla! Te akkor nyersz, amikor nem nézzük. Te vagy megéles. Mi bazd meg a fakét kiütötték, baszki! Béla! Szép volt, Béla! Béla! Szép volt! Béla! 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 Most elengedték az ördögmaszkost? Mi, de büszkönjél el a Béla gyerekre! Ha veled Bélet kivett a színed? Vásárolok meg egy kicsit. Neked? Hót fehér vagy? Szívem. Ja, itt nem lehet, csak segélytársakat venni. Na, most. Na, itt van nekünk. Sanyi? Egy kis vizet. Igen? Mi elemére lejátszodjuk, mert... Meg kell tanítani a rendre a fiatalt, jó? Nem bír magával? Nem. Azt ment lejátszodjuk, mondtam, hogy most kap. Rendben. Hát nem zártunk ma jóval, azt kell, hogy mondjam. Itt a férfiak... Pedig egyet mi van te, félsz? Önök sokkal jobbak. Hogy nem tudom, mi lesz, fiúk, de nekem most faki, fekete lett... Kapszni fogsz. Te meg kifejérettél. Odaállok. Na, ti kettem, na most nézzük a fiainkat. Megjártak a zsekák, szívromot kaptam. Nézzük a nyugdíjasokat. Amúgy egyre több a hatósági személy itt a városba. Hú, Sanyi. Biztos jönni akarnak rám. Lehet. Az merre van? És mit csinálnak? Milyen indokkal? Az itt nem felkonferáljam, kicsit megmondtam. Konferáld már fel. Jó van, megyek. Meg lett a vannak szövetség? Ja tényleg vannak, de... Úgy, hallod Józsi! Hát ez a hátakarom! Te nehogy megvakard az enyémet! Megvakarjam a hátadat! Hát ha eléggé vakaródzik. Gyerünk fiúk, gyerünk! Nekünk is van ilyenünk. Hagyom magam Sanyi. Ne hagyd magad, mert akkor elbízza magát. Elbízza magát. Nem baj, hagyd legyen egy kis egója. Üski. Meg volt szája tegnap. Jaja. Én akkor miért nem verekszik bele maga? Következőnek én csapom ki, jó? Na jó, akkor következő egyben nyomadj. Nem, én akarom önne, uram, én akarom. Ami kis fehér hajó, fehér cipős, elnézés papucsos, azt a kurva... 14 rendőr. Gyerünk előmér, gyerünk! Az tornak az izéje a fegyvere? Tornak a fegyvere. Tényleg adott kölcsön? Szétszedte a live-ot majd, azt nézzétek, jó? Ezt kapta. Add már kicsit kölcsön, míg felkonferálom. Gyere Anton, hallasz? Nyomjuk, gyere Anton. Nyomjátok. Gyere Anton. Nos, akkor itt van nekünk. A jobb sarokban. A strand box matchünk van most, Ádikám. Fehér pörög. Menjünk ATM-ezni majd? Tényleg, ennyi zsaru van, menjünk ATM-ezni. Most már bal sarokban. Az mondjuk nem rossz ötlet. Elemér. Nem tudok károkodni. Baszki. Megpróbálom még picit. Ki az az ördög baszkos? Az ötne drága sárga cipős. Most ezt nem értem. Tony! Te vagy az, Tony! Elemér. Fiúk! Csapjátok szét egymás fogait! Gyerünk! Be vagyok szorulva. Na most. Annyi! Csapjad neki! Adja neki! Arra van az ellenfél, ott balra! Oszta! Annyi! Adja neki! Ó, kapta! Ó, ennyi! Ajaj! Oszta! Majdnem, szerintem meghalt. Sanyi, megyünk egy... Vagy. Még tanulnod kell. Mégöttek a rendőri szervek, azt elvitték a szerencsénk. Nacsa. Én most a... Vele fogok bunyózni, ezzel az úriemberre. Na menjünk! Nézzük! Remélem rendet tanult ebből a fiatal.
Az előbb nem nyert, de most... talán van esély. Na nézzük! Szerelő van, országos titkos ügynöki szolgálat. Utána fiúk lassan mehetünk, mert nagyon sok hatóság van, ATM-ezni fogunk. Jól van. Kitkő. Ja, itt ez a... Sanyi, menjek veled. Minden a vizet. Gyorsan itt elállítsz. Ő is admin, az a srác. Sanyi, jól megtanítottam az elemét. Hallod? Nagyon móresre tanítottad. Viszont szerintem hagyta magát, nem? Nem. Ő ilyen gyűlve. Igen. Na, kezdek lassan félni tőled én is, Anton. Te nagyon vagány vagy. Nem kell félni tőle. Ez a hang, bírom ezt a hangot. Hát én nem verekszem. Sanyikám, hol vagy? Igen, igen. Anton, gyere. Jaj, semmi, semmi, semmi. Mehet, cukri. Mehetek? Mehet. Nem tudom, ki ez az ördög maszkos amúgy, vagy hogy mi lesz itt most a sorsa. Hú. Kezdhetjük? Megkérdezem. Kitkő, kitkő. Hallasz, merre van? Most mi lesz? Jaj, jaj, intézem, jó, én intézem. Na szóval! Na, Sanyikám, köszönöm, hogy ide jöttetek. Mi köszönjük a meghívást, máskor is jövünk. Nekem mennem kell sajnos, mennem kell. Rendben. De nagyon, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, aztán majd még várunk titeket. Rendben, köszönjük szépen. Meg annyit akarok mondani, ha valakivel bajotok van, ne az utcán intézzétek el, hanem itten. Rendben, ez nagyon szép hely. Nagyon jó hely. Köszönjük szépen. Köszönjük. Én köszönöm. Köszönöm, pusz. Hello, hello. Szervusztok. Na, gyerünk, Józsi. A 20-as nagy boxoló meccsen, a jobb sarokban, Kecske szakál McGregor, a nagy motoros Luciában, ott állni abban a sarokban. Hadd halljam az éjjengéseket! Kezdkeszakál McGregor! Ott áll a sarokban! A bal oldali sarokban! Az öreg Sanyika bácsia! Igen, igen! Ékúja 200-as, kocsit napja, mint az álom, de nem annyira jó, mint a Józsi bácsiátok! Na, tisztességes meccset akarok én itt látni! Rendben! Semmi boxer érthető voltam! Rendben! Na jó van, mikor eldobom a 100 cigit, akkor indulj, jó! Rendben! Jó. Jó, figyelj, figyelünk. Hoppá. Itt van a számba, látja? Látjuk. Na figyelj, és hopp, eldobtam, jaj. Hoppá, megy a bunyó. Ászta! Nem, te nem bírok ütni. Nem bírok ütni! De, nem jó, bírok jó. Ütni! Ne, ezt hagyjuk ezt a boxolást szerintem. Oh. Hát tudod, nem tudom én. Hagyjuk ezt a boxolást! Leteszem ide mellére vizet. Kenj ma a fel, Sanyi! Mi van? Lesz, Sanyikám! Kenj ma a fel! Paki. Ez nagy... Jaj, de rosszul vagyok, hogy olyan gyenge vagyok, ez hihetetlen. Ez hihetetlen. Ó, de ne kalapáljál ma! Főkettél! Köszönöm szépen a meccset, Sanyikám. Én is köszönöm. Köszönjük a vendéglátást az uraknak. Szívesen. Más, bármikor ez. Rendben, köszönjük. Minden jót, uraim. Viszont látom, Frank. Sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Végeztetek, fiú. Végeztünk. Nem jó gombot nyomok, lehet. Te nem tudod kinyitni, Anton, azt hittem nem tudod kinyitni az ajtót. Akkor menjünk haza, nem? Megyünk haza és ATM. Jó, vagy jó. Hát mi hát ő? Repülünk, nem? Vagy itt? Itt, hát nem látod mennyi hatósági ember van? Szávusz főnök, hello! Akkor maradunk. Maradunk itt. Hello! Sziasztok! Menjünk haza, és de gyors kocsikat kellene hozni. Elemér az autóban van már meditál. Rendben van. Józsi, merre van? Menjünk egy garázshoz szerintem, ne? Hát igen, nem, mert én az autómat ja, letettem. Tényleg, haza kell menni, igaz. Haza megyünk. Van. De halljátok ki, ez az ördögmaszkos csávó. Várjuk meg Józsi. Ne hagyjatok ki itt! Józsi! Nem férsz be, Józsi. Megfogom. Felszinte meg... mi, hogy ellopom a motorjukat. Jó, hozzad. Na menjünk, hajtsunk el. Menjünk haza. Menjünk, miért jön a Józsi. Sanyikám, leestél, gyerek! Leestem egy kicsit. Mi fajna? Hello, szia, Csali! Mi a szó?
Elloptam egy motort, nem baj? Ne, nagyon jó ez a motor, hát csak nem veszik rossz néven. Aztán nem, hogy kocsó vette be. Ja, nincs itt az autóm. Éj, mi a jalgany? Mik ezek a jalganyú? Ja, de ez az én autóm. Gyönyörű. Nagyon szép, nagyon szép inter. Ó, gyerekek. Na fiúk, hallod Józsi? Józsi? Józsi, tegnap próbálkoztunk ezzel az ATM-mel, viszont nem sikerült, te meg tudod heggeszteni? Jaj, nehéz dolog, mert ott ilyen reflex izéik át. Igen, 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 de meg tudod csinálni? Megpróbáltad, nem vagyok profi benne. Rendben, akkor elmegyünk beszerezni a heggesztőt, és akkor a fodrász üzleti ATM-et megdurrantjuk. Ja, nagy durrantás. Ott találkozunk, jó, fiúk. Ez is annyi, annyi. Igen? Nekem előtte elmegyek egy bankba, mert van nálam pénz, tudok. Rendben, rendben. Jó, akkor melyik ATM? Kávos. A fodrász üzletnél, jó? Itt a tudod, itt le kell menni itt az utcán, arra. Ahol voltunk, tegnap. Na jó, van, addig elmegyek bankba. Jó, én meg elmegyek ATM heggesztő pisztolyé. Na, elmegyünk heggesztő pisztolyé. Ja. Na, nem tudom kinyitni. Miért nem tudom kinyitni a saját autóba? Valami motorral elviszlek, vagy te ahol akarsz menni? Miért nem tudom kinyitni? Public hoz mész. Nem bírom kinyitni az autómat. Ja, feltöröm én azt neked? Jó, törd már fő. Beragad szerintem az ár. Mi az a sziklákkal azt neked? Rángat a bánt az a neve. Lezártam, nem tudom, nem tudtam kinyitni. Hát hol a hó is? Józsi bácsi fázik. Józsi a bajkeverő. Kösz, hogy itt vagytok. Tudom, hogy lezártam azért, de nem nyitottam ki, nem tudtam kinyitni. Ó, de király vagy, Józsi. Te gyállott vagy. Na. Elmegyek pisztolyé, köszönöm. Na, van én hova menjek akkor? Gyere velem akkor, gyere velem. És mi hagyom itt a motort, hogy frissen loptam? Persze, persze. Hallod, ez elég lesz itt a csatamezőbe? Ojjaj, az bőven! Jó, van, hát menekülünk az... csak, nem lövődözni akarunk. Az aranyfegyvert eltettem a kis házomba, érted? Abba kéne majd kivégzéseket csinálni. Megnézzük, hogy ebbe a boltba van-e heggesztő. Jó van. Na nézzük! Mert nekünk tegnap nagyon nem sikerült, de ezzel az autóval el tudunk menekülni. De megbírod heggeszteni, biztos? Hát figyelj, talán, nem vagyok annyira benne jó, érted? Értem, értem, de már csináltál ilyet? Egyszer, de akkor se sikerült. Aha. Megnézzük akkor. Hát figyelj, hogyha bármi lenne, akkor bocsánatot kérek. Érted? Nem baj, nekem se sikerült tegnap, érted? Csokolom! Margitka néni, van önnek hegesztője, ATM hegesztője? Van, itt van az asztalon, nem látod? Mi? Margó néni, köszönjük szépen a hegesztőt! Na menjünk akkor, odaadom neked! Szia, Margó, megadom neked a számhoz, vagy talig házunk, jó? Puszikálva! Hihetetlen, hogy mindenkit fűzöget! Hát figyelj, Sanyika! De... Megadjam a számom! Őt is meg akarod hegeszteni? Hogy minden hegesztás tív? Ott alul főleg az hegesztőgép ez a... Meg kell néznem a térképes tévén. Megyünk tovább. Köszönjük, hogy itt vagytok, nyomjátok egy lájkot! Kaptam megint a trafipaxot. Ott jött, ilyen megy! Ez lesz az. Itt ez lesz az. És akkor mi kezdjem el? Mindjárt? Szerintem kezd el gyorsan. Jaj, de Józsi! Hát a bolond fejedbe! Megpróbálom. Kezd el. Hú, ezt rég csináltam. Szabad Béla. Azt írja, hogy nincs elég rendőr. Micsoda? Ha nézd már rá a táblagépedre. De nem értem, hogy mi? Nincs, nem lehet. Azt írja, hogy nincs elég rendőr. Nem értem. Hát én sem értem. De szerintem azért, mert biztos nincsen beleírva abba a rendszerekbe, tudod? Azt akkor nem tudom. Ez nagyon nem jó így.
Hát négyeset tudunk, de három munkodik. Olyan rendőr, hogy nem rendőr, érted? Ja, egyszer olyan rendőr, aki nem olyan rendőr, vagy nem tudom. De én sem tudom. Nem működik. Ja. Hát akkor ez így nem lesz jó. Mi legyen szó az Isteneknek? Hát de ott van a 16. Hát igen, kérdez, rá tudsz kérdezni? Megkérdezi az a szerintem. Fekete Jackie Chan. Köszönjük, hogy itt vagytok. Aki csatoltag lesz, két dedikáló kártyát kap. Akkor a bajunk boltot? Bank... ja, tankolni is kell majd. Viszont oda túsz kell, van egy uzi. Ugye van egy uzi a... az állnál. Jól vagyok Balázs, köszönöm. Bocsánat, hogy de hány neki a fészkemem egy kicsit kilóg, várjatok már. Már csörög is a telefonom. Ó, nagy istenségem, hallgass meg engem! Hallgass meg a Józsit! Na mi van, Anton? Tudjon a témet ramolni. Küld neki koordinátát, valaki értem tud jönni, közel vagyok csak. Vízbe csúsztam. Persze, persze. Küldjek. Ó, nagy istenem, megpróbáljuk. Köszönöm. Mindjárt jövök. Ne. Te itt aszál? Jó, legyen itt Béla. Hát... most ez komoly! Komoly, hogy... most ez komoly! Te most tényleg nem tudtál ennyit sétálni? Hát Sanyi, hát öreg vagyok. Hát, de ha nem lenni, ki kéne talán téged? Mi van Elemérre? Nem tudom, mert azt mondta meditál, aztán hogy mennyi. Ha bocsánat. Ez egy állat. Ez egy állat. Nem tudjuk hegeszteni. Nem működik, mert ilyen piroskás, azt mondják. De az összes? Hát az egész ATM-ezés piroskás. Ajjaj. Akkor mi legyen? Akkor fogjunk egy túszt és megyünk a bótba. Pakoljunk ki valaki, szálljál ki. Na, egy bótot, gyerünk. Jaj. Egy túszt szerezzünk. Jó van. Egy túszta megcsináljuk. Viszont... Béla! Te nem tudsz vezetni? Nálam nem, én nálam nem mentem. De neked. Nálam igen. Vezessek én? Jó, vezess, jó, úgy vezess. Mi ez az új autó? Nem pöpek. Pocek autó ez? Halljátok, viszont a másik autó kell. Mert... milyen? Mert nem fér bele a túsz. Van nekem egy izéim, mert cégreszem ott a garázs. Nekem meg ott az Audi. Rendben, akkor hozzá, akkor menjünk egy garázshoz először. Jó, merre van itt egy garázs? Itt hátul van, gyertek. Rendben. Na menjünk. Jó megy ez az autó. A fegyver van a Józsinál. Az elég. Az elég, persze. Hú, de hasítunk. Rics az a baj, hogy laggol aztán. Hú, mentünk. Majdnem. Megáll ez gyorsan, megáll. Én nem hozok akkor négy személyes autó. Nem kell. Köszönjük, hogy itt vagytok. Jó, mondjátok egy lájkot, osszátok meg a live-ot, köszönöm szépen. Na ez még egy nagyon jó kérdés. Na. Akkor csak egy túsz. Egy túszra megcsináljuk. Vagy hogy legyen? Persze, egy túszra megcsináljuk. Jó, akkor megyek a Sanyival. Jó. Akkor megyek a Sanyival. Milyen Sanyival? Amit mondtam. Józsival, bocs. Tudod, két túsz, egyikre kérünk időt, a másikkal menekül. Jó. Ja, szerintem nem enged be. Legyen kettő szerintem. Az egyikre kérünk fél perc, egy perc előnyt, másikra kérünk egy szabad utat. Rendben. De jó ötlet. Ne egyből jöjjenek utánunk. Igazad van. Köszönöm. És a jó, hogy nem honnan van ilyen mehetnek. Maraboljunk, mint ember. Hallott, kettő kellene, nem tudom, nézzünk körül a városba. Kettő. Na menjünk ide a határa, nem? Jó, menjünk a határa. Rádió, nem? Jó. Rádió? 12. 12? Ha. 12. Hello? Jó, hallak, király. Király. Béko. Hello.
Megyünk a határra. Az elemér meg majd csak hív, nem? Reméljük, hogy hív telefonon. Most ő mindig meditál. Ha ja, mai hív. A Béla az mindig öltözik. Frici nincs itt. Hát igen. George sincs itt. Na nézzük, van-e valaki a határon. Boltot akarunk, túszokat vadászunk. Kösz, hogy itt vagytok. Hú, viszket a szemöldököm, tele van tetűve az is, hogy mi van. Na mehetünk, küldjük meg. Na hát most én is meditálok egy, de én nekem két más. Rendben. A Trafipax már megint. Köszönöm, hogy itt vagytok. Nem látszik a rendszám. Csak elő. Ott ment egy csomó ember balónal. Hol? A másik sávba visszafele. Nézzük meg. Akkor visszafordulunk. Jó. Azt ugye ráhúzom így a kormányt a sokkal. Ott ment valaki. Kíváncsi vagyok. Hát brum brum. Azért, hogy itt nem nincs fegyver. Itt vagyok, itt vagyok. Rendben, rendben. Visszafordultunk? Igen, de nem találunk itt senkit szerintem. Hova menjünk? Kéne. Szaszi van. Hallod? Menjünk tovább, a bányához, nem? Meg lehet próbálni. Na nézzük, gyertek. Megnézzük, van nálad kés, Anton? Persze, nálam mindig van kés. Ja tényleg, te vagy a késes, úgy ismertelek meg, te voltál késelő. Így van, így van. Te vittél bele a gyilkosságba, tudom, tudom. Hát könnyű az ember táncba vinni, ha ő is akarja, tudod. Én nem akartam, megvédtelek. Hát de akkor le kellett akartam. Szúrnom. Hát de ha nem akarod, nem szúrod be, szóval. Hát de akkor ő szúr le engem, érted? Hát de akkor akartad. Hát de a muszáj volt, mondjuk úgy. Itt fel kellett volna menni. Ja, kicsit túltoltam. Erre nincs senki? Hát erre nem tudom. Ez ki van fölöttünk? Az ott mi az? A vezetékre valaki fönnragadt a vezetéken. Hát az akkor lehet. Hallos Anika! Igen? 201 IQ-s tervem. Igen? Hát, akarod? Micsoda? Ha. 201 IQ-s tervem van, hogyan szerezünk tungst? Igen? Kéne eladni egy fegyvert? És aki megveszi a fegyvert, azt tungsztal kéne fogni. Rendben, viszont kijönnek? Hát miért ne? De akkor nem adjuk el a fegyvert, csak... Na, csak átverhet és elhapod. Jó, egy akkor... Csak megszivatjuk egy kicsit. Akkor menjünk, milyen helyen akarjuk eladni azt a fegyvert? Valami sikátorba. Valami ingatlannál, nem? Onnan nem tudjuk elhozni, Béla. Igazad van, akkor igaz, mondjuk igaz. Nem tudom, valami elhagyatott hely kéne. Várjál, ti jöttetek? Várjál! Mi vagyunk itt a bányában. Akkor nem ők voltak sem. Gyertek, volt egy autó, gyertek! Jövünk! Itt van, gyertek ki a fegyver! Álljon meg! Álljon meg, uram! Állj meg! Sangoku! Dob fel a kezed. Fordulj meg. Engedelmeskedjen és nem fog bántódásra esni, uram. Ijaj, vigyázzod, nagy kamacsók vannak. Bányász is el lehet jönni normális. Milyen bányász? Hát nézd mi alatt nálad. Alulról fő feltapogatlak. Ez így nagyon nem jó. Ez így nagyon nem jó. Uram, mi ez a sok étel itt magának? Ez így nagyon nem jó. Mi a társaságunk van? Fiúk, társaságunk van. Menjünk. Menjünk.
Gyere ma! Gyere ma! Nem ezt akarták elkerülni, hogy ne legyen mindig ilyen nagy lövöldözés? De miért lőnek egyből? Jó, rendben, lehajolok az úrhoz. Az úrnak elvizsgálom a ruhájukat. Vezétek a fegyverét, akkor elveszem. Megnézem, hogy találok el a hátán. Hát tudom, ne fegyújtom. Hát nem találok semmit, most mindjárt téged lőzök fejbe. Hát nézem, de... már nem ember. Jó, nézd, de én lőttem le. Lehajolok az úrhoz. Nem is szólított. No comment. Az amúgy ez meleg, hogy fegyver van rá. Rálok a hátán egyik kabátjára, betömködve segítésre. Ott kiveszem az barakomát. Az jó volt, hogy kilőtték a kereket. Rá. Oh! Opa! 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 Valami baj van. Lőnek. Ki? Valaki más lől. Meg se lőtt. Azzal mondjuk nem tudom, hogy haltam meg. De várjatok, hát kocsiból hogy haltam meg? Hát páncél van rajta, nem? Hát páncél van az autón. Ők is fegyvert fogtak rá, meg kellett volna adnunk magunkat. Mondjuk egy jó menekülés az jó lett volna, és akkor utána adjuk meg magunkat. Azt jól van, hozzad. Kiestem? Hát de én vezettem. Nem szólítottak fő, de fegyvert fogtak ránk. Nem, az a itt van, hát az a látta, hát az a majd csinál, nem hívok admin, hát az a majd, ha úgy titulálja, ő admin. Lájlok a bátyára vihazát, ez átvizsgál el. Ki ez? Tapogatom végig az oldalánál, kiforgatom a kabátjának a zsebét, a kabátjával találok egy angoplexet, a szokkal a zsebébe, jó lesz fejfájásra. Tapogatom még talán, kiforgatom a zsebét, a zsebébe talál. Jó. Várjál, angyal így van? De... Meg kellett volna állnunk, megadni magunkat. Csak jó lett volna egy kis menekülős RP. Csak húzva leállítom a ruhádatát. Megnézzük, mi fog ebből kisülni. Elszomva a rugoskés. Legaszomva elteszem. Valami kiestünk az autóból amúgy. Azt én se értettem, hogy estünk ki. Bocsát. Ezek az úrhoz átvizsgálom a rúgatát. De ezeknek semmi fegyver nem volt. Ezek a rúgoskésre raboltak, hogy mi? Ja, ezt meg velem találkozásom. De pont raboltunk, és akkor ők ide jöhetnek? Ha mi rablunk. Hogyha valakit éppen rablunk, akkor ők elrabolhatnak minket is, ugye? Mindegy. Csak így most ő... Ja. Na most nem tudom, mi van. Ma amikor megálltak, akkor be kell tudna szállnunk a kocsiba és ő lelépni. Ok nélkül lőttek. Hát igen, mondjuk azt nem ok nélkül, mert mivel le akartunk lépni, viszont az Audit... Jó, ha a kereket kilövik, akkor ugye megállunk. Az jó lett volna. Ákos ordít, igen. Ákos, ne ordítsál már! Kösz! Megnézzük, mi lesz ez. Megnézem, hogy írnak-e valamit Discordon. Lehet szinkronhiba is, persze. Köszi, hogy itt vagytok! Aki csatornatag lesz, két dedikáló kártyát kap.
Mondjuk felszólítás nem volt, viszont ránk fogták, de most mi van? Na most mi van? Na mi zolza? Na mi volt ez? Na mi volt? Hát, tudatlanok volt a tudatlanok. Azt hitték, hogy most ők a Robin Hoodok, érted? Miért? Majd ezt utána lerendezem, hát mert elrabolják a rablót, érted? Nem volt semmi kapcsolata vala a civillel, simán egy civil volt, érted? Na szóval nem az, hogy frakítása volt, meg ilyesmi, hanem szépen ki akarták rabolni a rablót, érted? Uh-huh. Ez meg ugyebár kalózkodás. Uh-huh. Akkor lett volna ez jogos, ha mit tudom, egy frakciótársuk lett volna, hogy haverjuk, érted? Aha. De ilyen esetben ez kalózkodás volt, mert szóval próbáltak játszani a jó fiút, érted? Mert szóval akkor menjenek rendőrnek, érted? Aha. Ezt majd utána jogos, rendezem, most jogos. Mondtam nekik, hogy húzzonak el, most nincs kedvem erről beszélgetni. Főleg úgy, hogy nekem holnap megint reggel egyetem van. Jó. Jó van. Azt kivel... Azt igen. Azt felhillem, azt öcsköst. Na jó van. Mindenki meg van amúgy? Valamit te elveszed, vagy valami ilyesmi? Nem hiszem. Na, nem volt nálam semmi. De nem, itt van nálam. Király. Jó, annak menjünk vissza, mint mi se történt volna. Jó, de itt a csávó. Mindenki megvan. Negró. Meg vagyok, de most ez mi volt? Negró! Megyél be egy negró dealer! Na hát akkor csak nem volt szabályos, látjátok? Na most oké is? Jaj, igen. Aha. Igen. Na most akkor mi volt ez tényleg? Hát, majd visszahallgatod, hogy mondtam a Sanyikának, vagy Dalinak, mert most itt van a logó fejettem amúgy is. Ja, látom. Kaptak majd egy kolompálást a fejükre. Jó, hogy itt voltam amúgy. Hát én nem na, szóltam van, volna. Ott van egy kocsi, azt megjavítjuk, aztán hozok még valami mást, vagy az eltűnt. Te figyelj, mert azzal az nem számít PG-nek, hogy én fogtam magam, azt eltűntem a vonához, azt elmentem. Nem PG, mert messziről fogták rá a fejét, 15 méterről. Hallod, ugorj egyet. Azt, hogyha itt állok veled szembe, és rászogom, akkor PG, de akkor messziről, messziről indultunk el, azt te is láttad. Jaj, én még akkor indultam, amikor még ott lefaroltak a kocsin. Na jó van, és javítunk. Akkor most eltűnt az emberünk, a túszunk? Jó. Hát annak az idejét már ne húzzuk el. Ja, persze, köszi. Na hát srácok, akkor nem volt szabályos. Akkor mehetünk tovább. Na hát nem hiszem, mert teljesen idegállapotban vagyok, Anton miattad. Meg akartam szökni erre. Hát látod, éhes is vagy, meg szomjas. Hát én is az a baj. Te Béla, te nem vagy éhes? Hát én mennyi kolyád van, Sanyi? Ja, nem az éme adok, csak kérdeztem. Nem az éme, én akartam neked adni. Ja, van. Akkor jó. Tóni, neked? De kedves vagy. Nekem semmi nincs, semmi. Volt box, most majd nem nézzétek nem. Vissza, igen. Elment a túsz így, igen. Na akkor legyen egy rádió, aztán nem érnek, elküldöm SMS-be a rádió frekvenciát. Legyen a 12-es. Jó van. Ez jó lesz. Jó, köszönjük. Megyünk túszni akkor. Mi a Dacia? Na, szálljunk be. Szálljunk be. Na, akkor ATM-et esélytelen. Hát, sajnos piros kapsz. Otthon van a laptopon egy játék, az a neve, viszont menjünk már be rend. Tedd le a fegyvert, Józsi. Ha? És bemegyünk a rendőrséghez, és feldobjuk ezeket a boxolósokat. Mit szólsz hozzá? Akikkel ma boxoltunk? Nekem megvan a telefon. Hát te mi akarod őket? Tök jó fejnek tűntek. Lehet meg is tudom minket védeni. Mondjuk erre nem gondoltam, akkor valakit dobjunk fő. Nem, hogy összeveszünk velük az én alam. Köszi, Niki! Azok elég kemény fiúk voltak. Mondjuk igen, hát megvertek minket. Hát vágod, döntetlen egy a pát. Pácsis kocsi, tényleg! Ja, nem ért, jól elvártam, nem? Hát, szép volt. De valakit fő kéne dobni. Rendszámot most nem láttunk. Hát ez most mikor meg se történt volna, Sanyika. Jó, tényleg. Ez csak ilyen képzeleted volt. Már megint halusszál, megint az a izé... Lehet laggol, mert a bitráta visszaesik néha. Jaj, ez jó sáv, hát Britannia. Hát srácok, én nektek elmondom azt, hogy Britanniába tettem le a jogosítva. Igen, az mit jelent? Jó, az gáz, nem? Akkor másik sávba kell menned. Te Józsi, van ott egy piros gomba műszerfal közepén, az micsoda? Az nem működik, biztos vagyok benne. Kösz, hogy itt vagytok. Sziasztok, szép estét mindenkinek! Nagyon rosszul vagyok.
Te mit csinálsz? Józsi! Hallod, de az acsók az Audiban vannak most nálam. Tudom, nem akarok hányni, csak félment a cukrom szerintem. Sziasztok! Hogy vagytok? Várjátok a pénteket? Jöjj! Te Béla, te! Itt lök melletted, Sanyi. Jó. Béla, ó. Jó, te hátam mögött ülsz. Az hittem, te nyúkálsz a kormányon. Itt lök melletted, Béla. Jó. Szerintem megnyomtad azt a gombot véletlen, Sanyi. Mi van pénteken? Hát csak úgy, hogy várjátok a pénteket. Holnapod? Holnap nem lesz live. Hello, Elemér, merre vagy? Hello. Hát el kellett szublimálnom a városból. Rendben. Hon vagyunk? Hova menje? Nem tudjuk még mit akarunk, hogy boltot akarnánk rabolni. Viszont kellene egy túsz. Hát akkor keresünk. Rendben. Keresi majd egy túsz. Mert mi messze vagyunk. Mi még messze vagyunk. De van keresgélek akkor városban. Holnap garázsavató parti lesz, azért nem leszek. Józsinál van egy. Meg kés is lehet, kés is lehet. Viszont akkor nekünk is kék. Késsel rabolni az egy kicsit nehéz, nem csak? De lehet. Hát lehet, de hogyha lőnek látod, akkor... Nem azt mondtam, hogy lehet-e vagy nem, hanem hogy nem. Hanem hogy nehéz, érted? Értem, persze. Jaj, ott egy motoros. Ott az a motoros, kapjuk-e? Jó, ez Elemér! Téged akartunk elkapni, Elemér! Elemér, majdnem elkaptunk. Hát, gyors lettem volna, hidd el, Sanyi. Az orrom! A francesem! Vérzik az orrom! Jaj, ezt nem hiszem én. Na szóval. Akkor melyik bolt legyen az, fiúk? Vegyünk kést a szekrénybe, az biztos. Hát földöm. Kettes, Sanyi. Kettes? Kettő, 12. Rendben, akkor 12-es. 12-es volt akkor. Én meg sonyik a... Jó, köszi Józsi, köszi. Motor. Köszi Józsi. További jó pihenést. Aj, köszi. Hello. Megy egyetemezni ez az állat. Köszönjük, hogy itt volt. Na fiúk, akkor szerzünk túszt? Valaki mászkált az előbb. Jó, kapjuk-e? A Nissan meg egy motor. Itt visszafordulnak. Segítség! Merre vagy? Ne menj, Sanyi, ne menj. Itt vagyok lent. Ház körül. Kapjuk el őket. Hol? Balra, arra ment el. De most nincs itt. Nem, de mindjárt visszajön. Van nálad lőszer? Amit beszéltünk? Mikrouziban milyen lőszerke? 9 mm-es. És az hol van? Hát azt meg tudom neked mutatni, csak sok szem látja. Ja, igen. De ha adsz pénzt, elmegyünk ent onnan, hozunk neked. Mit? Lőszer, hozzunk a Sanyinak. Mert akkor az Uzinba akkor raknák... Na jó, van, elmegyünk, hozunk. Jó, akkor jövünk. Majd utána kifizetem, jó? Oké, mennyit hozzunk? Hát egy 60 darab elég. 60 okay, darab okay. Elég. Rendben, csecse. Mutasd már még, hogy... Na, Béla, gyere addig, szállj ide be! Megöltek vele, Nissan-nal volt? Nem tudom, milyen frakció volt az amúgy. Addig körülnézünk a városba, jó? Oho. Kapaszkodjál. Hú, de romantikus. Ja, mi? Te hallod, Béla, te a fiúkat szereted? Dehogy is. Azt hittem. Köszi, hogy itt vagytok. Nyomjatok egy lájkot! Elmegyünk rabolni egy boltot, addig túszt kellene szerezni. Te hallod, ez nagyon megy, hallod, százzal megy.
Gyerekek! 130-a ment az előtt. 130-a is, hogy ez teljesen élvezem. Chat. Óvatosan, mert ezzel nem lehet borulni. Tudom, tudom, kapaszkodjál, de van biztonsági öv. Kapaszkodjál. Jókor mondod, már majdnem kiestem. Na figyelj, ezt... Jaj, azokat kéne kitalálni, hogy kik voltak, akik elraboltak engem. Ti, várja ma! A fehér Mercedes-es tegnap elraboltak, nem? Jó, oké, de annak nincs meg a rendszáma. De személyleírás tudsz róla? Nem is ebbe a megyébe volt. De az nem baj. Tudsz róla személyleírást mondani? Hú, nem. Valakit föl kéne nyomni. Jajaj! Mert ma nem bírom ezt a város, mert tiszta ideg vagyok. Tiszta ideg roncs vagy. Jajaj! Béla, bakker kulcs! Ezt nem hiszem el! 16 rendőr van, szia korodnak! És mindenből álmat látok! Nagyon fej a fejem! Nem, hallod, ez a fék távolság, az nem a legjobb! Fékeztem, de nem de állt meg! De van rajta fék, nincs! Van rajta fék, te állod, de ott a fék távolság, érted? De azért, mert túlsúlyos vagy, nem áll meg! Na várjál már! Én vagyok a túlsúlyos! Igen, igen! Hallod, most itt vagyunk a rendőrségnél, ugye? Igen! Ott vannak bent. Na, ott. Kit nyomjunk fő, mondjad? Ötletem nincs. Valakit fő kéne nyomni. Várjatok. A John Cartel, az ki lehet? Valakit fő kéne nyomni. Pitbull-al. A Pitbull-al mi lehet? Lelőhelyes. Na nézzük! Mondjuk ő a 4-esbe volt, nem? Nem veszi fel ez az ember. Jó, te telefonálsz? Én telefonáltam, nem lettem. Most Instagramozol? Mit teszed? Dehogy is, hát hihetetlen vagy, hallod. Nem hiszem, mert mindjárt kapsz egyet, Béla. Jó napot kívánok. Szép napot, uram. Feljelentést szeretnék tenni. Rendben, uram. Akkor hallgatom, akkor már is hozok egy jegyzőkönyvet, várj neki. Köszönöm, itt leszek? Itt leszünk, uram? Igen. Rendben, köszönöm. Rendben. Köszönöm szépen. Itt mennyi vett az a cipőst? Felbecsülhetetlen az értéke. Na, uram, akkor hallgatom. Uram, tegnap... Békésen a barátaimmal, az Opel Corsa nevezetű autónkkal békésen mentünk a városba. Utána mentünk hazafele, és motorosok jelentek meg a házunk előtt, és rögtön fegyvert fogtak ránk, felültettek minket a motorra, és elvittek minket, mert boltot raboltak. Nagyon-nagyon csúnyán bántak velünk. Én így még emberre nem láttam, hogy bánt volna valaki. Esetlegesen bármi információja van a motorosokról? Nincs, van egy klubjuk. Ennyit mond, ennyi hangzott el a rablásnál. Egyenruhájuk esetleg, valami... Semmi, maszk volt rajtuk, nem tudom, nem tudok róluk semmit. Tekes. Nem, uram, egy nevet elkérhetek öntől, hogy a maga feljelentést milyen néven. Így van, becenév vagy teljes név?
Hát a teljes neve kéne az úrnak. Bártfalvi Dénes. Bártfalvi Dénes, rendben, felírom szépen a papírra. Rendben. Felírtam közben az okát is. Rendben, és az a helyzet, hogy még jó, hogy a kollégái megmentették az életemet. Hogy közben kollégákkal is. Igen, ott is kikérdeztek, de jobbnak láttam, hogy bejövök és megteszem ezt a feljelentést. Persze, természetesen ez a legjobb mondja nyilván. Igen, igen, igen. És köszönöm a kollégáinak, hogy megmentették az életemet. Mi köszönjük, hogy hívott minket is, segítettünk önnek. Intézkedni fogok ebben az ügyben, illetve a nyomozó kollégák is. El fogunk indítani egy eljárást, minél keressük ezeket az adott elkövetőket, és minél hamarabban megpróbáljuk elkapni, illetve megkapcsoljuk őket természetesen. Rendben. Esetlegesen bármiféle bántódás éri magát újra. Igen. Egyből hívja minket a rendőrséget, illetve más rendvédelmi szerveket, és nem tudom elérkezni. Tiszteletem. Sanyi, hún vagytok? Rendben van, rendben van. Most teszek feljelentést a tegnapi emberekkel, tudod, amikor bántottak minket. Tudod, mennyi minden most elárultok magukról? Nézzenek. Akkor bejössz, elmondod? Gyertek ide akkor. Menjünk oda. Hát esetleg leteszük, ami nálunk van. Gyere, itt a rendőr úr felírja. Uram, azt mondják itt a barátaim, hogy ők tudnak még többet ezekről az emberekről. Rendben, uram, akkor megvárjuk őket, addig közben az urakkal. Sanyi, ott várjál meg, jó? Jöttek, az gyorsan intézen, addig ide érnek. Rendben, köszönöm. Addig lerakom ide szépen. Itt várunk titeket, fiúk, ide leülök. Jó van, jó van, Sanyi, kám, jó van. Aztán mindenni. Na, remélem nem haragszak meg a srácok, mert jó volt a boxmatch, de hogy legyen egy kis RP, most főnyomjuk őket. Jó, itt leülök. Aztán ők ezt megtudják, és akkor minket megkínoznak, vagy akármi lehet ebből. Az a helyzet, amíg nem látja a rendőr úr, ide beledobom a késemet ebbe. Belehelyezem szépen, lassan, hogy ne essen nagyon. Szia, Sanyi! Hello, hello! Szerintem partnerek lesznek ebben. És akkor megtudják valahonnan, hogy feljelentettük őket. Elmentem, lecseréltem már a golfkocsit egy komolyabbra. Rendben. És akkor utána elkapnak minket, kiderül. Rengeteg RP lehetőség van. Kicsit izgulok. Itt a rendőrök elég szigorúak amúgy. Köszi, hogy itt vagytok. Mennyi pénzt kaptam? Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Aki csatoltag lesz, két dedikáló kártyát kap. Fáradj ide. Na és félre, nem azért ültem melléd, mert tudod. Én tudom rólad, tudom, ne aggódjál. Köszönöm a fanetti.hu-nak az élőadások szponzorálását. Konyhabútorgyártó cég leírása elsősorában meg tudjátok nézni. De hallod, itt mit lehet vásárolni, tudod? Mit, micsoda? Lehet vásárolni. Nos, olyan drága. Nem megfelelő érték. Ja, maximum 5-öt lehet. Hát oda van írva. Vásároltam. Nem baj, medve, nem baj. Kicsit közelebb ültem hozzád, nem baj? Egyáltalán nem baj, csak ne kezdje simogatni, jó? Nem, eszem ágába sincs. Merre vagytok? Jövünk egy fél másodperc, és ott vagyunk. Rendben. Ez ki volt? Rosszul vagy, barátom? Elég frusztráltnak érzem itt magam a rendőrségen. 17 rendőr van. Hallod, gyere, nem egy barátságos hely. Sziasztok! Februárban kezdtem el RP-zni. Február között. Valentin nap után. Pontosan akkor. Ha nézzük, mi lesz itt máma. Jó volt a tegnapi. Most ez is jó lesz, ebből nagyon jó RP-t remélek, hogy ebből mi lesz. Mutassuk meg esetleg a rendőröknek a... Na, szevasz, Anton. Na, sziasztok, puti, puti. Hello. Na, sziasztok, fiúk. Halljátok, itt Dénesnek hívnak engem, jó? Én meg Géza vagyok, jó? Rendben, fiúk, felvették jegyzőkönyvbe a tegnapi rablást.
hogy ő motoros banda rabolt el, és van egy klubjuk, ezt mondtam. Amit tudtok, mindent mondjatok el, jó? És akkor hát ott mondták a nevüket, Sanyi, nem hallott? Milyen nevüket? Hogy nem tudok semmit. Hát az, hogy Dallas Dempsey. Tényleg? Így van, de sose figyelj. Én nekem az egyik fülemembe... Kihagy az agyam, szerintem. Akkor menjünk egy kicsit posolni. Egészségedre. Én nézd meg, nem tudom, mit adnak az automatában. Hallod, nagyon finom itt minden. De biztos jó drága. De tudod kinek kell, nekem nem. Na, megnézzük mi lesz ebből. Na akkor kinek megyünk? Ő mindjárt az úr, csak ott az úrnak. Na üljünk le ide egymást már. Csak ott valamit csinál, mindjárt megkérdezem tőle. Forgalmi engedély. Az a baj, ki van belesve a lencse? Hát csak van. Köszönöm szépen, uram. Nem menek, akkor az így mellé ütél. Mellé ütél? Igen, mellé ütösőt. Te félig mellé ütél. Te rendőrségen elcipőznek. Na, nagyon sétáljak be, nem? Bementem az irányba. Fiúk, simán besétáltam oda, és nem szóltak. Hát én akkor megyek szétnézek. Ne, hogy boldog legyen belőle. Megyek, megnézem. Te hozott Béla, te mi a fali újságra ülsz? Ítélve. Ott ülsz a levegő bagóságon. Sokáig, Csaba. Most olyan szemem szerint széken ülök, fiúk. Te hallod, neked a te szemed az katasztrófa. Szemüveget kérne hordani. Lehet azt amúgy. Mondod, azt mondod, lehetem amúgy. És meglöklek. Jaj, megfejelted, bocsánat. Hát itt minden zárva van. A fejem. Innen pénzt nem viszem. Segítséget akarnak rabolni, segítség. Kussolj már. Na. Na nézzük meg, hogy mi lesz. Itt kíváncsi vagyok. Mindent mondjunk el, hát ha honorálnak minket valamibe. Lehet, hogy pénzt kapunk, nem? Nem fognak. Hát Béna, figyelj már. Egy baj van, srácok, én semmit mondok szerintem. Mondjad. Béla. Én vagyok a Béla, mondjad. Most a másik Bélahoz szólok. Ha azt mondom, hogy Béla, nehogy azt mondd, hogy tessék. Mert most ő a Béla. Jó, oké. Te no. Most leszel... Jupiter. Saturnus. Saturnus. Akkor meg, te meg Mars vagy. Én leszek Marvel, jó? Marvel, az a kutya? Igen. Na, jön már rendőr úr? Most megölelte a rendőrt. Ez egy állat. Hát ezek itt jóban vannak. No. Tiszteletem uram, megjöttek itt az urak. Rendben, akkor már is hozom a jegyzőtömböt. Szélfegyver van a kezébe, Jézusom! Jegyzőtömböt. Rendben, kezembe veszem. Nos. Akkor hallgatom az urakat. Na fiúk, mondjátok el. Már valami máshol, hogy itt ne hallja idegen füle. Itt lehet hallgatom. Persze természetesen akkor kövessenek. Nyitottam az ajtót, itt szép, és akkor itt jöjjenek utána. Köszönjük kérem. Szépen, hát ez már biztonságosabb itt a kanapén. Nem bezárom az ajtót, biztosak közé. Milyen szép az a kanapé. Enyém, de és ide ül a helyemre, na jó van. No, uraim, akkor hallgatnám. Na fiúk, én elmondtam, amit tudtam, most ti jöttök. Itt azt mondják az úri emberek, hogy tudják a nevüket is. Én tudom a nevüket. Na, akkor hallgatnám. Jelzőtel, uram, az a nevük elszóltak magukat, hogy The Lost Dempsey, vagy valami ilyesmit mondta. Lost Dempsey. Ebben, hallgatom, uram. Már is jobban kezembe veszem, és elkezdem felírni szépen. Mindenki. Lost Dempsey, igaz? Igen. Mindenki ilyen fekete. Elkapnak minket, végünk van. És azt mondta házokra írva, hogy Los Santos. Végünk van. Igen, meg ilyen fényes motorokkal járkálnak. Végünk van. Csopperekkel, meg... Én meg tudom keresni maguknak a helyüket is, hogy hon van. Van információm róluk. Így név szerint már tudom, illetve rémlik ez az egész eset. Mert már volt egyszer egy feljelentés, illetve egy öregember idejött. Igen. És feljelentést tett, hogy arra a környékre nagyon sok motoros mász kell, és ugyanez a Lost Dempsey néven hallgatnak rá. Asztal! Illetve fegyverzsók. Gyuri, itt vagy?
csak nyugodtan. Azt, minket nyomtak fő, de így most azt hiszik, hogy a Lost MC van igen, ott. Igen, benne vannak a rendszerbe. Azt, de az a mi bázisunk. Hát itt látnak a kollégáim, elfogadva egyből. Azt, ez nem mekkora. Nem a probléma, uraim. Jöjjön feljegyzetenem. Beleírtam magam. Nagyon no. Hát többet nem tudok, a neveket elfelejtettem megjegyezni. Semmiféle nevet nem hallottak esetleg. Hát itt, de, hát ugye az, ha az név volt, akkor Kokó volt az egyiknek a neve. Kokó. Igen, igen. Ilyen nagy drogos. Igen, úgy hívták, hogy fűmester, nem? Füves. Vagy valami is, igen, valami drog neve volt. Igen, igen. Nem, mindig be van alva, uram, mindig be van alva. Még nem vagyok rasszista. És bocsánat, na igen, fekete. De fekete, mind maga. Faga. Ha jól laktam. Afroamerikai vagyok urány, de nem baj. Hát ne sértegessétek. Én nem vagyok én rasszista, csak tudja, akkor hogy mondjuk, színes bőrű, így nem rasszista. De az egyiknek tudom, volt ilyen, minek mondjuk ez a mikrofonhaj, vagy mikrofonfeje? Mm-hmm. Igen, igen, igen. Dajerozva volt a haja. Még az én nagyon-nagyon kiszemeltem, mindig ilyen tüskés sisakot hord a fején, tudja? Igen, tüskés, igen, igen. Fekete igen. Sisak, meg egy nem tudom, ilyen fekete kendővel, vagy sárnak. Ja. Ebből nagy baj lesz. Az orca, vagyis az órától lefelé. Meg volt egy ilyen kalapos is. Kalapos, rendben uram. Felírok szépen ide mindent a jegyzetemben be, és bővíteni fogjuk a információnkat erre. És elfogadó parancsol ugye rájuk. Van egy telefonszámunk is. Telefonszám, azt még jobban hallgatnám az uraktól. Én a tegnap egy telefonszámot leadtam a... Ez a másik városban volt. Mm-hmm. Jó. Azért én is meghallgatnám a biztonság kedvére úgy az igazi. Hát az van, hogy én, amit tudok mondani, tudja az ilyen, szerintem ilyen hamis szím, tudja. Már megmondom, aha, hogy kezdődik, hogy 1-1-1. Oh. Vagy 1-1, bocsánat. Akkor az lehetséges van. Akkor nem bíztok meg bennünk. Hát lehetséges, igen, ezt feltétlenül. Már úgy van a telefonszám, hogy 115-02-97. Szóval ez valami hamis telefonszám? Nem, uraim. Nem tudom, esetleg melyik megyébe történt, ezt tudják-e? Négyesbe. Ott raboltak minket el. Viszont uram, ő szeretnék megtudni, hogy ő említette, hogy tudja, hol van a bázisuk, vagy micsoda, hogy még véletlenül sem menjünk arra, hogy ezt elárulja nekünk, mert nem akarjuk, hogy megint elkapjanak minket. Sajnos ilyen információkat nem adhatok ki, hogy pontosan hol is fel, csak környéket tudok önöknek határolni. A környék is nagyon jó. Ahhoz ki kéne menni itt, mert a kint működik sajnos csak a GPS-en. Rendben, pont rendben, tudnám rendben, köszönjük. Okay. Fáradjunk ki, visszarakom jegyzettömbömet a oldaltáskámba. Jól kinyitotta, köszönöm. Majd a főnökének mondja meg, hogy a székében egy igazi főnökű. Ide ki vagy gyúrva. Köszi, hát Vég Ádám, a második havi csatorna tagságodat, szépen. Nagyon kedves vagy. Akkor most leváltjuk magát. Jöjjöjjöjj. Hát akkor megmutatom. Mi a főnöke? Na, itt mutatja meg az úr. Akkor már is előveszem a telefont, és akkor ott meg tudom nézni azt az utca környék részt, ahol mennyire nem szerencsés járni. Rendben. Erre leszem a telefonot, már is mondom. Nézzetek, hogy ezt fogja. Beülünk a kocsimba, mert mutatja nekem a GPS-en. Bejelöl, hogy az a terület. Hogy haladnak a... Ugye, nagyon nem ismerjük úgy még a város utcáit. Ez hát lesz az. És nekem bejelölne a GPS-en, és azt mondja, hogy annak a 2 kilométeres körzet, akkor az úgy jó lenne. Rámmel uraim, akkor. De mondhatja az utcát is, én ismerem a térképet. Úgy a legegyszerűbben tudom magyarázni, hogyha a lefoglaltaktól tovább haladnak az urak. Ott van kétszer-két sávas út, és közötte van ilyen metró lejáró szerűség, az a hosszú út, tudják. Ahol vannak igen, a dokkokhoz vezető út. Na, annak mondom. A 2-3 kilométeres körzete. Mondom én. Elkerül, azt hiszik, hogy a Lost MC van ott. Ennyi információt adhatok, csak kijönnek meg. Köszönjük szépen, köszönjük. Akkor arra nem fogunk merészkedni. Igen, igen.
szerencsésebb itt a városba mászkálni, nem ilyen elhagyatottabb helyeken. Azt hiszik, nyilván, hogy a Lost MC hákul van ott. Sülhet el természetesen, ami ugye nem szerencsés senkinek se. Így van, és mikor lehet számítani arra, hogy elkapják ezeket a rossz fiúkat? Intézkedünk rajta. Csucsú. A nyomozóraknak át fogom adni az egész ügyet. Ők intézik az egészet, várhatóan szerintem a jövő hétre már meg lesznek a tettesek. És elő fogjuk őket állítani, remélhetőleg. Az jó sokára lesz meg, de reménykedünk akkor a legjobbakban. Minél előbb próbálunk intézkedni. Ha nagyon szerencsések vagyunk, akkor már hétvégére is megvan a tettesek. És hogyha tudunk valamit, akkor rögtünk szóljunk igen, önöknek. Természetesen. Ugye? És ezért mi kapunk cserébe valamit, vagy ne számítsunk semmire? Nyomra vezetői díj, vagy bármi? Ezt a feletteseimmel meg fogom beszélni. Hát ezt úgy kellett volna kezdeni, Sanyikám, hogy jöttünk információkkal, nyomra vezető díj. Értem. De tudunk olyanokban önöknek segíteni, hogy mi előcsalogatjuk őket, és ők lecsapnak rá. Persze, nem én. Hát ezt uraim a... Hát te megint ninja vagy. Ninja. Ja. Ezzel a vezetőséget kell megkeresni. Én ebben ilyenekben nem dönthetek sajnos. Ez elég azt mondta, hogy jön a fő, maga a főnök. Hát igen, de csak a terror elhárításnak is, illetve a nyomozók segítsége kell ehhez. Nem figyel. Zsarú. Ezért kell a nyomozóknak a vezetőségét megkeresni az ilyennel, ami természetesen tolmácsolva lesz a mai nap folyamán általam. És akkor egy, mondjuk tegyük fel esetlegesen holnap este felé bejönnek az őrsre, akkor feltehetően legalább az egyik vezető itt lesz, és ott meg lehet ezt mind beszélni. És uram, öntől jönni. Elkérhetem a telefonszámot, hogy rögtön önhöz irányítsam ezt a telefonhívást? Természetesen igen. Rendben. Ön ebben a megyében tartózkodik általában? A 3-as, illetve a 4-es megyében szoktam. Rendben, fölírom. Mert ha elrabolnak, rögtön tudok önnek szólni. Igen, természetesen. Illetve van ugye a segélyhívó vonalunk, ahol egybe bejelentenek, odaírnak egy kulcsszót, akkor tudni fogjuk, hogy mi is a helyzet. Mondhatja. Ember uram, 3-5-ös. Ja. Rendben, köszönöm szépen. Én köszönöm, uram, és hogyha bármi van, akkor nyugodtan hívhat engem is, illetve a segélyhívó vonalat is. Rendben. Ha esetlegesen kurszónak, azt meg lehet beszélni, hogy Tech vagy Pedro, amelyik önöknek szimpatikus, és akkor egyből tudni fogjuk, hogy mi is a helyzet valójában. Rendben, köszönjük szépen. Bármilyen információt tudunk, akkor szolgáltatjuk önöknek. Rendben, uram. Köszönjük a segítségüket, természetesen is megteszünk mindent magunktól tehetőt. Köszönjük, mert fontos az életünk, és ez tegnapi nap, hát én be voltam rezelve egy kicsit, ott fegyveresek voltak, elkaptak minket. Hihetetlen volt, uram. Hát voltak egy jó páran, igen. Sokan voltak, és motorosok. De tényleg ugyan gagyi motorokkal. Jaj, milyen régi a csopperek, igaz? Igen, de nem is benne. Megcsörgetem, uram. Rendben. Az a helyzet nincs, nem jelenleg telefonbánt hagytam. Csak egy kis poked van, azon meg nem lehet hívást játérányítani. Értem. Na, tudom, viszlát. De viszlát. Rezgett a poked, hogy, illetve az okos órám is, hogy jött a hívás. Rendben. Visszaváltam ezt a maszkot. Rendben, uram, akkor tovább szép napot kívánok. Köszönjük. Szép napot, viszlát. Viszontlátásra. Viszlát. Én viszem a motort. Gyertek, fiúk. Most megyünk, fiúk, most megyünk egy másik hatósághoz, és ott is elmondjuk ezeket. Mindenhova. Itt vagytok. Elmegyünk egy másik hatósághoz, jó? Ott is elmondjuk, amit tudunk, hát ha ott kapunk valamit. Végre játszhatom a besugót. Én nem tudom, merre van. Jól vagyok, köszönöm. Menjünk, sétáljunk be! Hallod, Anton? Botlottam. Te hallod, a rendőr előtt simán mondtad, hogy Sanyi, meg Elemér. De buta vagy. Én izgulok, ilyen helyzetekben nagyon izgulok.
Jó, itt az úr, itt az úr. Tegyük meg itt is. Jaj. Tegyük meg itt is a feljelentést. Sziasztok! Kezd izgalmassá válni a dolog. Hol vagy? Jó napot kívánok, uram! Jó napot! Szép napot az úrnak! Nem nagyon halljuk az urat! Béla, te hallod? Jó napot kívánok, uram! Igen, most már igen! Jó napot! Feljelentést szeretnénk tenni, menjünk be! Mindjárt beszok a rádió, mert csak azt hiszem, hogy én tartózkodok itt jelenleg egyedül. Rendben! Köszönjük! Egy kis türelmet kéne köszönjük. Én találkoztam egy óra. Mindjárt ma itt... Itt jön. Ja, itt jön. Jó napot. Szóltam az úrnak. Jó napot kívánok. Jó napot, uram. Ő feljelentést szeretnénk... Feljelentést szeretnénk tenni. Rendben, akkor be is mutatkoznék, de Darius Brixton zászlós vagyok. Darius. 77 a... Semmi baj nem. Üdvözöljük, uram. Térképen narancsár. Sándor vagyok, és el fogjuk mesélni, hogy mi történt tegnap velünk. És szeretnénk információt szivárogtatni önnek egy bandáról. Rendben, jöjjenek velem. Köszönjük kérem. Szépen. Hol van a barátunk? Mindjárt jön. Rendben. Itt a nevekkel. Gyere már, Jupiter. Szeretem a rendőr RP-ket. Ő felveszi jegyzőkönyvbe, uram? Persze, egy másodpercet tudnak várni. Igen. Gyere már, jön Peter! Kösz, hogy itt vagytok. Nem, én nem, amúgy se ízélek ezen. Érzi a karakterem, ha éhes. Megjött az autóba! Az Anthony jött az autóba! Egy másodperc, csak megkérdezem, hogy van-e még nál magasabb rangú, esetleg fent a városban. Köszönöm, hogy itt vagytok. Megjöttem. Rendben van, Jupiter. Ugorj egyet, Mars. Nem, jó, Jupiter, ne te. A Jupiter. Nem te vagy a Mars. Jó, ne a Jupiter, te ki vagy. Ő a Cézár. Cézár saláta, tényleg. Jó, van a többi társaim, azok mind elfoglaltak, úgyhogy egyedül velem fognak tudni beszélni. Mindent jegyzőkönyvbe veszek és végighallgatom, hogy mi a panaszuk. Rendben. Ki ellen akarják a feljelentést tenni. És... Uram, nem mernék egy kicsit hátrébb, hogy ne lássanak minket. Egy csendesebb helyen legyen. Persze, jöjjenek az irodába. Jöjjenek utánam. Én akkor megint beleülök a nagy székbe. Így tudod, mibe ülj bele az asztalnak a sor. Te tudod, mibe ülj bele? Na, nem szabad csúnyán beszélni, tudod, Sanyi nem bírja. Na, én kimondom, akarok beszélni. Szerintem itt jól látom. Igen, beszéltem. Köszönjük szépen, uram, köszönjük. Itt van egy kanapé, esetleg nyugodtan helyet is foglalhatnak. Akkor még egyszer bemutatkoznék, mert most már többen vannak, hogy mindenki tudja, hogy ki vagyok. Én Darius Brixton zászlós vagyok, jelvényszámom 1177. Köszönjük szépen, uram. Üdvözlöm. A legnagyobb tisztelettel érkeztük be önökhöz. Tegnap történt egy olyan dolog, ami szerintem megbocsájthatatlan dolog. Éppen itt a fiúkkal, a kis Opel Corzánkkal autókáztunk a városba, és megjelent mögöttünk egy motoros. Végig követett minket, és utána fegyvert rántottak, és megérkeztek. Nagyon sokan lettek hirtelen, rengeteg motoros volt, és elvittek minket, egy boltot raboltak. Még jó, hogy az ön kollégái megmentették az életünket. Ez hányos bolt volt? Hányos bolt volt, fiú? 21-es bolt volt, uram. Ez a 21-es volt? Fent a másik reptiljenél. Viszont az a másik városba volt. A 4-es városba. 4-es városba történt az eset.
És mit tudnak elmondani az elkövetőkről, azon kívül, hogy motorosok hát voltak? Az a nevük, hogy Delos Stems, én ezt hallottam, mondta. Még azért fekete mellényben vannak mindig, még fekete kabátban, még van egy ember, aki jellegzetes, fekete tüskés, bukós is, akkor holt maga. Ezek nagyon jó információk. Bántalmazták esetlen önöket verbálisan, vagy tetlegességgel? Csúnyán beszéltek velük. Fizikailag is. Fizikailag is. Az nagyon rossz dolog. Orvosnál voltak esetleg? Volt. Van apukám, persze, csak nem szerepel videókban. És jobban érzik magukat most már? Hát még a pszichológushoz majd el kell mennünk. Persze, megértem, azért ez elég komoly. Meg ennek az úrnak, aki itt elfogorvoshoz kell mennie. Hát hat fogom, ilyen érzik, uram, hat. Hogyha Isten. Hát ez nagyon durva. És nagyon motorokkal jöttek, és azzal is rabolták a boltot, motorokkal. Chopperokkal. Chopperokkal? Tüskésokkájuk volt. Harley Davidsonokkal esetleg? Hát én nagyon nem vagyok ebben jártam. Az is volt, meg cross motor is volt, meg dupla blokkos, 1110-es Harley Davidson. Én ismerem a motorokat, tudja. Nem semmi. És nagyon féltettük az életünket, de mint mondtam, a kollégái megmentettek minket. Ott is elmondtuk, ugye, hogy mi a helyzet, de jobbnak láttuk, hogy besétálunk és elmondjuk önöknek. Persze, ez a legtisztább. Meg hát az emberben, hogyha jobban ülepedik a dolog, jobban át tudja gondolni, akkor pontosabb leírást tud adni az esetről, mint hogy abban a pillanatban hirtelen sok hatás alatt van. Cézár, figyelj már, mondd már azt a haverodat, azt a bajszosat. Melyik bajszosat? Hát tudod, aki ott volt bent. És ott beszélgettél vele. Aki úgy nézett ki, mint egy kukás. Uram, hát még fejezet. Még szeretnék beszélni. Négy darab emberről. Mondjad, Cézár. Na, nyugodtan mondja. Hát... Nem tudok erről beszélni. Ja, ne félj. Sokat az anyukámat. Na, Cézár, erősödjé meg! Ennyire durva dolog történt, uram. Nagyon megviselte, uram. Bocsássa meg neki. Lelkileg kikészíted, uram? Na, de itt vagyok, erős vagyok, uram. Hát nyugodtan. Nem kell kapkodni. Van itt a városban. Itt én még nem is tanulkoztam velük. Négy fiatal ember. Az egyik ilyen kis izében van. Huzentroger, mert tudja mi ez a Huzentroger, nem? Igen, a nadrágot azzal rögzítik. Igen, mert szegény nincs, hogy itt meg egyenosztás, esik le róla a nadrág, tudja. Gondolom az. Szia, ilyen, Ervin! És rajta ilyen izé van, ilyen nincs húlya blúznak, tudja? Ilyen fehér. Ilyen torna fehér, tudja, nem tudom, hogy mondja már. Nagyon zavarva. Rendben, fel is írom ezeket az adatokat. Van még egy úriember, akinek ilyen világítós izéje van, mellénye, tudja, fény visszaverő, vagy hogy mondjam? És esetleg becenevet, vagy nevet, hogy én nem nevesítsük a dolgot. Nevet. Te Jupiter, te hallottál a nevet, valami becenevet esetleg? Mert tudja, hát a ruhát az annyiszor lehet látni, amiszer akarja az ember, úgyhogy ruha alapján nem biztos, hogy meg fogjuk találni a úri hát, embereket. Tudja, amúgy még, ami alapján meg lehet találni őket, az a szag. Nagyon büdösek. Nagyon. De most a motorosról beszélünk, nem az öregekről. Nem ezek egyetek. Te az elébb azt mondtad, mit mondtál? Hát de ott volt bent veled a motorosokkal egy ilyen hosszú bajszú. Ezt értem, és ezek az úri emberekkel kapcsolatban, most azt mondta, hogy ezek szagos úri emberekkel kapcsolatban, mi az a dolog, amit nehezményez? Mert azt még nem említettem el. Lelkileg. Itt már másik témában is átmentünk. Én feldobok mindenkit, mert én nem baj, nem hoztam a törvényembére vagyok, vagyis nem a törvényembére, de egy törvénytisztelő polgár vagyok. Ugye a törvény mellett áll. Igen, törvénytisztelő polgár vagyok, ezt akartam mondani. Azt én is így láttam, hogy vagy mi vagy Cézár. Hát most van dőzs, de most mind a két nevem én szól itt, azt mondom. Hát nem, az itt van mögöttünk. Úgyhogy elég durva dolgok történnek velünk, uram, és szeretnénk, hogyha segítenének, és minél előbb megoldanánk ezt a problémát. Rendben, én ezek, amiket önök mondtak, ezt mindent lejegyzeteltem. Szia, Clipsuit Game! És ez alapján, hogyha ilyen embereket látunk az utcán,
vagy pedig hoznak be hozzánk, akkor tudunk ellenük felhasználni olyat, hogy, hogy van már ellenük feljelentés, és tudjuk, hogy állampolgárok ellen követtek el bűncselekményt. És tisztes állampolgárok ellen, uram, ezt nem felejtsük ki a nézőt izéből, tudj, rendben, ezt is felírom. Törvénytisztelő állampolgárok közül. Így van, ha így van. Ellen. És nem értettük ezt az egészet, és azt hittük, hogy a rendőrei rögtön ott vannak, és megmentenek minket. De hát most mindenkit nem. Megtévesztek, fekete ruhadat, hát de jó van, uram. Mi szeretjük a feketén. Hát most akkor... Jött valaki. Itt egy kollégája. Jó napot, uraim. Tiszteletem. Darius. Steve, keres. Kapcsol be a rádiót, jó? Külön, csak kikapcsoltam, mert kihallgattam az urakat. Na jó, oké. Na már el kéne állni van itt a kocsikkal, mert nem... Az autókkal félre tudnak esetleg állni hátulzóban a... Természetesen. Bocsánat. Ezt nem tudtuk. Más valamit esetleg szeretnének mondani, vagy ezzel végeztünk? Szerintem végeztünk, annyi uram, hogy... Igen, halljuk. Hogy telefonszámot kérhetek, hogyha van valami új információ, akkor azt le tudjuk adni. Hogyne. Rendben. Akkor Darius Brixton, zászlós, PNS, 555. Ha bármi információjuk van, nyugodtan erre írjanak, vagy hívjon. Darius, volt-e megváltós? Vagy esetleg befáradnak személyesen. Rendben, 555. 81, 58-as. Gábor, nagyon kéne. Nagyon kellene. Rendben, köszönöm uram, ha bármi van, akkor szólok. Esetleg, ha elrabolnak rendben. Minket, akkor... Én köszönöm szépen. Akkor... Ádám, van heli. Ádám, írtam neked a DC applikáción, légy szíves, nézd meg. Rendben. Hihihi! Köszönöm. Ha elrabolnak, akkor a mondjuk, segélyhívót menjünk, hívjam, menjünk. Vagy ön? Hoztál, nagy kőber. Uram. Tessék, mondjam még egyszer. Hogyha elrabolnak ismét, akkor önt hívjam, vagy a segélyhívót? Hívhat engem is, de küldjön mind a kettőre, az a biztos. Rendben. Köszönjük, hogy itt vagytok. Nyomjatok egy lájkot. Mi a kedvenc száma? Nekem? Igen, igen. 187. Patrik, kiléptem. Ezt átnyújtanám önnek ide a kezébe. Önök fizetne azt a köszönöm. Fiúk, itt fizettek. Hasznos információkat hoztak nekünk, és ez nekünk nagyon sokat ér, hogy biztonságban tudjuk az állampolgárokat, ezért egy ilyen kisebb összeget átnyújtok önnek, ezt hogy gondolják, úgy osszák el egymás között. Rendben, köszönjük szépen. Fiúk, ezt szétosztok. Igen, csak egy kis apróság. Ezért már megérte. Hozunk még rengeteg információt. Hát minél nagyobb információkat hoznak, hogy minél pontosabb. Tudják, hogy hol a bázisuk? Úgy növeljük majd a dolgokat. A bázisukat tudják, uram, hogy merre nem erészkedjünk? Sajnos erről a bondáról még olyan sok információnk nincsen, viszont ha bármit tudok és jönnek be, akkor mi is adunk majd olyan információt, hogy merre ne. Köszönjük, mert nehogy arra mászkáljunk, aztán elvisznek minket, tehát az nagyon persze, persze. Ha megbocsájtanak nekem, van egy elég sok elintézni való még, de rendben. Köszönjük szépen az információkat, és remélem a barátja Rics van itt. Jobban lesz. Köszönjük szépen, köszönjük. Mit lett? Melyik urak ellen? Ez az ura ellen. Jó napot, ura. Jó napot kívánok. Befekete a cipője. Uram. Magad fel akarja jelenteni az uri ember. Zaklat ez az indián ember engem. Na jöjjön csak majd én meg azt a fekete cipős urat akarom feljelenteni, a fekete cipőjét, és nem tudom, hogy na menjünk, fiúk, van még más hatóság? Ott is nyomjuk fő ezeket. Hát nem tudok róla. Kaptam pénzt. Menjünk ki, gyere. Jó. Oké. Nem szűnt meg, Patrik. Fene. Köszönjük, hogy itt vagytok. Aki tag lesz, két dedikáló kártyát kap. Köszönöm a támogatást, tagságot. Holnap nem lesz stream, mert garázsavató buli lesz.
Arra gyűjtünk máma. Nem mehetünk? Hova megyünk, Sanyika? Mi? Vannak más hatóságok itt a városban? Menjünk oda hozzájuk. Nem tudom. Menjünk a Jupiterékhez. Szép napot. Szép napot. Hát viszontlátás. Fiúk, fiúk, fiúk! Fiúk! Mondja, Sanyika. Gyertek, pénzosztás van, mindenki kap egy milliót. Kapta? 7 milliót. 1 millió 2 adok mindenkinek. Na jó. Én csak kérek 1 milliót, a többit neked adom. Ez pénz, Turinga. Aztán menjünk haza, Sanyi. Ott átadom neked, amit beszéltünk. Tessék mindenkinek. Köszönöm szépen. Hát ez nagyon jó, ez az információ. Hát menjünk haza, rendben, és akkor beszéljük át a többi dolgot. Otthon, Tali. Megyek ezzel. Durva. Durva, mert azt hiszik, hogy a Lost MC-nek volt ez ott a bázisra. Nagyon szeretem ezt az autót. Nagyon jó hallod. Meg amúgy jól megy. Korog a pocakom. Szerintem megálljak a pirosnál, de hogyan? Ne, csak nehogy észrevegyék. Figyelme a Sanyi. Igen. Basztaaa! Jó, hogy be voltam kötve. Ezt nem hiszem, ez a Béla... most nagyon ütöm. Béla, te ne gyere közel hozzánk! Nem azért, Sanyi, de az én szememben nem mentem neki. De, azt tudom, de hányszor mondjam el, hogy az a te szemed, és nálad nem jó. Ne gyere közel hozzánk. Üvegszemed van, Béla. Ezt nem hiszem, te ne vezessi autót szerintem, Béla. Nagyon rosszul vagyok, Béla, ments meg. Beüttem a fejem nagyon. Nagyon rosszul vagyok. Hát nem hiszem el. Ez nem, segítség nélkül elhajt. Menjünk, Sanyi, lassan odaérünk. Jó, jó, jó. Ez az ember, ezt ki kéne találni? Szegény laggol és tényleg nem látja nála, nincs probléma. De azt akartam úgy kérdezni. Igen. Hogy én nem tűnünk mi puhanyoknak? Tudod, hogy mindenkit, mindenhova feldobunk mindenkit. Te hallod? Dehogy is. Mert nekem van egy nagyon jó ötletem, mindjárt is mondom nektek a háznál. Jó, jó. Csak lassan vezetek, Sanyi, már rosszul nem érzem magam, jó? Nagyon beütöttem a fejem. Én már félek a Béla attól amúgy. Én is egy kicsit. Tudod milyen az a Béla? Milyen? Mind a Mark. Amilyen volt, emlékszem. Tényleg, olyanná vált, ugye? Lefulladtam. Megyek. Hát... Megyek. Hol vagy? Ahogy kijöttök tőlünk balra, gyertek el, ott állok lent. Majdnem ahol a, ott, ahol a motorosokkal voltunk majdnem. Hát de már balra, vagy már megyünk. Fiúk, zsaruk! Bemegyek a házba, azt kiveszek egy kép. Zsaruk! Nálunk házat kutat? Igen, nem, szembe, itt állnak. Kapjátok el őket. Jövök egy motorral. Nem hagylak ott. Nem jön utánam. Nyugi. Nyugi. Merre vagy, elemér? Vagyok már a sarkon. Melyik sarkon? Elfordultam balra. Az Anton fölvett. Megkaptam. Nem jön utánam. Ül valaki ebbe az autóba? Nem. Szerintem itt csak volt valami balhé. És csak itt maradtam. Fönn van a villogó. Látjátok? Ez nem baj. Menjetek föl, olyan, mint hogy elmennénk mellettük. És benézzük az ablakon. Hol vannak? Az mi az az autó? Fiúk, van egy ötletem. Hol látom? Béla, merre vagy? Hol van? Én merre vagyok? Merre vagy? Körözök a ház körül az utcán. Itt vannak lentenem. Itt volt. No, gyertek, van egy ötletem. Látom a rendőrautót. Itt van előttem. Gyere, Sanyi, hátra. Gyere vissza, Béla. Menjünk hátra. Olyan rég nem ültünk a tűz körül. Menjünk gyere be! Na, már megint füst van minden itt.
füsttel. Ezt nézd! Itt hon vagyok? Gyere be hátra! Mennyi volt elemér? Mennyi volt? Mennyit fizettél? Várjátok, mindjárt betöltjük a fegyvert. Jó ez a ház, szerintem is. Mi a helyzet? Hát mindjárt beszéljük, hogy most mi lesz. Jó, oké, oké. Csak elemér odaadja. Odaadja a lőszert, meg fizetek neki. Nyomjatok egy lájkot, köszönöm szépen. Van egy jó ötletem, nem tudom mennyire megvalósítható. Na, Sanyi, kivettem a szekrényemből. Rendben. És akkor most átnyújtom neked, tessék parancsolj. Rendben, parancsolj, köszönöm, tanem, elveszem. És be is töltöm a fegyverembe. Ez a tározós RP-m volt. Köszönöm. Ne hagyjatok itt, majd tudjátok a szekrénybe semmit, mert csak ebben a világban lesz itt, vagyis ő városban. Ezt nézzétek! Hűha! Így most lelőtted ezért az órát? Na! Fiúk! Le is teszem ezeket, nehogy balhé legyen. Ne tedd be a szekrénybe, Sanyi! Mi? Be. Ja jó, nálam marad, mert tudod, ebbe a városban marad. Na fiúk! Gyertek már ide! Amúgy majd egy millió volt, de majd megbeszéljük máskor. Egy millió? Itt van nálam, gyorsan átnyújtom majd neked. Majd megbeszéljük máskor. Köszönöm szépen, ez a fuvardi. Köszönöm szépen. Na, fiúk, van nekem egy PNS-es és egy tekes telefonszámom. Arra gondoltam, hogy mi találkoznánk ezekkel a losztosokkal, és azt mondanám nekik, hogy ha adnak 100 millió forintot, akkor el tudnak kapni pár darab rendőrt. Ők ott fognak fegyvertelenül állni, a rendőrök minket nem fognak lefegyverezni, mert mi elárultuk őket, viszont utána mi a rendőrök mögött ráfogjuk a fegyvereket a rendőrökre, és így átadjuk nekik őket. Mit gondoltok? Kicsit, hát ez egy nagyon jó ötlet. Kicsit bonyolultam úgy, de szerintem értitek. Jó, nem bonyolult, de csak neked van fegyvered, mi meg majd a kés. Nem, hát ugye szerzünk, ez lesz a következő napok feladata, hogy szerzünk, és ugye riasztjuk a rendőröket, hogy itt vagyunk a búvó helyükön az embereknek. Hát persze, és lecsapnak rájuk, persze, lecsapnak rájuk, és ugye fizetnek nekünk 100 milliót, rendőrök megérkeznek, mi is utána ráfogjuk a rendőr, és ilyen rajtaütés. És ők meg utána azt csinálnak a zsarukkal, amit akarnak. Hát jó, oké. De majd ezt még átbeszéljük. Akkor keresünk valami másik ruhát. Persze, átöltözünk minden. Meg fodrász. Így van, de ezt a Lost MC-nek, ezt fő kell dobni ezt az ötletet még. Jó, hát van valamit a fődobjuk. Rendben van, mert szerintem ez jó, ez egy nagyon nagy összeesküvés lehet. Hát igen. Hát ez jó. Csak pár ember dobunk fő tőlük, egy 5-6-ot, a többi csapattársuk meg elbújik. Hát remélem. Mondjuk én akadt nekem most egy kis probléma. Igen? Nincs pénzem. Hát én ide ragadtam a kanapéhoz. Most komolyan? Lökjelek meg? Igen. Lökjetek magam. Óóó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 ó
Nem baj. Jó terv! Jó terv, nem? Egy ilyen összeesküvés. Az nagyon kemény volt. Na most mi jössz vissza? Hát ez... ez... Pényültél vissza? Bogaras, ez bogaras. Szerintem is jó RP lesz. Rendben. Bilincsed már meg! Gyere, nyújtsd ide a kezed! Oda nyújtom a kezeimet. Béla. Na, tessék, teszek rá bilincset. És a sok rendőr fog menni, mondom, ők a losztosok, nem tudom mennyien vannak. Gyere velem. Ne tarts a rendőröket. Nem, amikor megérkeznek, nem. Csak hogy elfogják őket, és utána tartjuk fő a hátuk mögött a rendőrökre a fegyvert, és megérkezik a többi losztos is.
Engedjél már. Na, élj vissza. Te még mindig ülsz, hallod? Leteszek. Te nagyon szeret szűni. Nem lőhetnek le, ha rájuk fogjuk na, a fegyvert. Állj már fő. Az a csípő protézisem. Na most már no. Kis mozogni. Hallod, megjavultál. Végre. Jó van. Lökjél meg. Tudsz ütni? Ugorj egyet, Elmi. Nem tudom. Elmo, ugorj egyet. Te Béla, ezt nézd ez mi már van. Már bilincset róla. Na mi van Béla? Kérsz egyet Béla. Na jó. Hang vagy lenni. Micsoda, mit mond? Ilyet nekem ne mondjál, mert általános iskolában ilyet játszottam. Lőd le, Sanyi, lőd meg a lábán. Most kiszedi ki a golyót. Ott ment az ujjadon, te állat. Na fiúk, hát akkor erre készüljünk föl, a fegyver bizniszt Anton meg tudod csinálni? Még csak elszublimálták a városból az emberünket, igen? Akit ő tudom, akarom hozni. De napokban meg tudod oldani? Hát igen. Nagy applikációkon azt mondta, hogy ír majd. Igen? Úgyhogy biztos, én is hogy megoldjuk. Tudok intézni. Már három nap szünete van neki, három. Az jó lenne, mert akkor mondom, nektek is kell fegyver ezen a rajtaütésen. Így van, akkor erről nekem majd, hogyha holnap fölkezd, akkor beszélünk. Nekem van fegyverem, kikérem magamnak. Jó, van fegyvered? Milyen? Hát egy olyan, amilyen neked van. Na, az nagyon jó. Az akkor működőképes lesz ez a dolog. Na, úgyhogy, de még azért a fegyverek köllene. Nagyon sok fegyver kell. Így van. Itt legalább most már tudjuk tárolni, el tudjuk majd hozni. És nem kell állandóan elfutkorászni messzire. Így van. Magam. Tessék, adok neked egyet, parancsol. Holnap, srácok, akkor nem lesz stream, jó? De videót megpróbálok csinálni, csak holnap ilyen garázsavató buli lesz. Na. Sanyi, te holnap föl fogsz kelni? Én holnap nem. Holnap után se biztos, majd kiderül, de vasárnap már főkelek. Jó sokáig tudsz alatni. Olyan vagyok, mint hát a medve. Az altató. Hát öreg, alkohol, altató, minden. Így van, benyomok egy viszkit, meg egy altatót, és cső, érted. Egy dobozzal legalább. Persze. Na jó, van. Jó, van, akkor Sanyi, majd applikáción értekezünk. Rendben van, akkor én... És akkor majd mi meg addig intézkedünk Antonnal. Rendben, királyok vagytok, és akkor gondoljátok én át ti is ezt a tervet. Minden javaslatot elfogadod, de szerintem ez egy nagyon nagy terv lesz. Jó, van, mert megpróbálom pénzügyenést venni. Rendben. Na jó éjszakát, Megyek én is lefeküdni. Gyere, menjünk, hello. Megyek egy bankhoz. Tehát hihetetlen. Ez a Béla mindig megy valahova. Jó éjszakát, Elmi. Jó éjszakát. Hello. Tudjátok, a szekrényben ne hagyjatok semmit. Rendben. Nem tudom, te se hagyja a szekrényben. Mit marad? Jó, lefekszek ide a laptophoz. Jaj. Jó éjszakát, Sanyi. Jó éjszakát. Jaj, egy kicsit. Fúj! Anton. Bocsánat, ez kicsúszott. Anton, te egy állat vagy. Na jó éjszakát. Jaj, én az arcodba pukisztam, bocsánat. Fúj. Nagyon büdös, Sanyi. Bocsánat. Semmi a lecsó, a lecsó. A lecsó átka. Az oda tesz. Na, srácok, lányok. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm a támogatás tagságot, köszönöm annak, aki már egy éve csatorna tag, hihetetlen, köszönöm szépen. Jöhetnek az e-mail címek, sorsolunk, a live-ot nézzétek majd vissza, kettészette szerintem a live-ot, úgyhogy az fontos. Fontos, úgyhogy sorsolunk dedikáló kártyát. Jó? Ketté szedte? Durva. Pillanat csak közben itten. Irkának. Szuper. Köszönöm szépen. Köszönöm a moderátorok segítségét.
Nagyon kedvesek vagytok. Holnap akkor nem találkozunk, szombaton megpróbálok, jó? És akkor lehet, hogy lájtolunk egyet. PUBG lájtolunk egyet. Na, akkor a nyertesünk... Jó, gyere Ádikám. Nem jött olyan sok e-mail cím, úgyhogy... Ma nem versenyeznek annyian. Mondj egy számot, jó? 1-től 10-ig mondj egy számot. 1, 2, 3, 4 és 5. Szedó Roland. Gratulálunk a nyereményhez. Ádika miatt nyertél. Szia, posta címet kérek szépen. Jön Tamáfi Rötti Ádikám. Jó van. Köszönjük szépen, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok, sziasztok, jó éjszakát. Hello, hello. Sziasztok, sziasztok. Hello, hello. Jó éjszakát, köszönök minden támogatást, tagságot. Sziasztok.